Nemzetbiztonsági kockázat Budapestre hozni a kínai Fudan Egyetemet, jelentették ki az ellenzéki tagok a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után. A testület jobbikos elnöke szerint kínosan hallgattak az állami képviselők a zárt ülésen. Vendégünk Stummer János. Hát akkor folytatjuk ezt a témát, hogy ez a Fudan Egyetem ez mit keres Budapesten, amellett, hogy voltak éppen persze ez a világ 34. 36. egyik évben, így másik évben úgy legjobb egyetemet, tehát lehetünk erre büszkék, hogy Budapestre kerül, jöjjön a többi is, és akkor talán nem lesz annyira feltűnő, de ez az egy jön. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez az egy, ez hogy kerül ide, ez kiderült? A történetnek a fonalát azt szerintem 2009 magasságában kell felvennünk. 2009-ben történt meg még a fülkeforradalmat megelőző évben, hogy Matolcsy György és Orbán Viktor ellátogatott Kínába. Nem sokkal voltunk akkor túl azon a fideszes tüntetésen, amit a Fidesz annak érdekében szervezett, hogy fellépjen a Tibetben zajló kínai agresszióval szemben. Nagyon gyorsan köpönyeget fordítottak Orbánék, mert úgy voltak vele és úgy látták, hogy a kínai tőke, a kínai hatalom szükséges ahhoz, hogy ők megszilárdítsák a hatalmukat 2010-től kezdődően. Az utóbbi 10 évben, 2009-től 2010-től kezdődően egy folyamatos közeledést látunk Kínához, ami Magyarországot illeti, és ennek az egyik fontos állomása egyébként ez a bizonyos egyetem, amiről az első hírek, azok nem is olyan régen, egy hete körülbelül jelentek meg ugye a magyarországi sajtóban egy oknyomozó portálon, és ezt követően merült fel többek részéről, én azt hiszem, hogy joggal, hogy ez egy nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet Magyarországra nézve. Ha jön ide egy egyetem, én azt gondolom, hogy az egy büszkeség. Arról nyilván hírt adunk, már a tárgyalásokról is hírt adunk, megkerestek minket a kínaiak, megkerestek minket a britek, itt vannak az amerikaiak, szeretnék Cambridge-et, Oxfordot Budapesten, szenzációs. Az nekem miért tűnik annyira furcsának, hogy egy ilyen dolgot a sajtó göngyölít föl, és nem a kormányzat teszi közhírré elsőnek kifutásra? Én ezért is vártam a mai Nemzetbiztonsági Bizottság ülésig, hogy én magam állást foglaljak ebben a kérdésben. Én is ezt a bizonyos oknyomozó újságcikket láttam, ezt a bizottságot megelőzőleg. Ugye Ungár képviselő úr éppen a tegnapi műsorban említette, hogy szerint ez nemzetbiztonsági kockázat. Én úgy voltam vele, hogy várjuk meg, hogy mit mondanak ma a szolgálatok, mit mond az elhárítás, mit mond a hírszerzés. Most az a helyzet, hogy a mai bizottság ülésen Ungár képviselő úr, Molnár képviselő úr és jó magam is, ugye mi hárman vagyunk ellenzéki képviselők ebben a bizonyos nemzetbiztonsági bizottságban, számos kérdést tettünk fel a szolgálatokhoz, az elhárításhoz és a hírszerzéshez. Különböző aspektusait vizsgáltuk meg ennek a kérdésnek, de hát nem csökkentek mérvadó mennyiségben a kérdéseink. Ugyanis sokszor hallgatás volt a válasz, sokszor nem volt egyértelmű a válasz. Én nem is egy Dávid és Góliát küzdelmét látom itt magam előtt, amikor majd a magyar elhárítás próbál majd a kínai befolyásszerzés ellen valamilyen úton, módon majd adott esetben fellépni, ha megépül majd egyszer ez az egyetem, hanem inkább azt látom, egy olyan helyzetet látok magam előtt, amikor egy hangya kerül szembe egy elefánttal, és próbál meg valahogyan itt életben maradni. Tehát körülbelül ekkora a nagyságrendi különbség a két ország között, illetve a két titkosszolgálati képesség között. Az kiderült, hogy miért van az a konstrukció, ami van? Tehát, hogyha a Fudan Egyetem szeretne az Európai Unión belül egy bázis magának, és éppen Budapestet nézte ki, akkor van hozzá pénze, van hozzá feltételrendszere, hogy tárgyalva a magyar kormánnyal vásároljon földet, építsen, és elindítsa a képzést a magyar szabályoknak megfelelően. Ehhez képest a magyar kormány vesz fel hitelt Kínából, a magyar kormány egy kínai céget bíz meg az építkezéssel, viszont földet is ingyen ad. Miért? Én nem tudom megítélni azt, hogy miért ez a konstrukció van most ez itt nem az derült asztalon, ki? Mert ez nem derült ki. És az a helyzet, szerkesztő úr, hogy szerintem ez a következő 12 hónap során biztosan nem is fog kiderülni, hogy miért ez a konstrukció, hogy most odaadunk, befizetünk 100 milliárdot, aztán majd ugye van egy hosszabb lejáratú hitel, az meg egy másik 360 milliárdot szintén majd kifizetünk Kínának, hogy kínai cégek kínai munkásokkal építsenek, kínai diákoknak, meg kínai oktatóknak itt magyar földön egyetemet. Én abban bízom, hogy majd a 22-es kormányváltás után remélhetőleg ki fog derülni az, hogy egyébként itt mi is van a háttérben. Hát itt a
épp hallgattam itt még a kamerák mögött azt, amikor arról beszéltek az imént Mesterházy Attilával, hogy itt volt a kínai védelmi miniszter, és minthogyha egy teljesen átlagos ember sétált volna be a magyar parlamentbe, annyi hír sem volt róla a magyar sajtóban vagy a kormány sajtóban. Hát ez mutatja meg nagyon jól és világosan azt, hogy ezek a Kína és Magyarország között zajló diplomáciai, gazdasági, bármilyen politikai folyamatok, ez milyen mértékben vannak eldugva a nyilvánosság elől is, meg az ellenzéki pártok, az ellenzéki politikusok. A nemzetbiztonsági fenyegetést önök hol látják megvalósulni az egyetem létében? Itt 6000 diák fog, 5-6000 diák fog tanulni ezen az egyetemen. 5-600 oktató fog oktatni ezen az egyetemen. Ki tudja, hogy milyen és hány fős technikai személyzet lesz azért felelős, hogy ezen az egyetemen tanrendszerűen folyhasson oktatás. Nem tudjuk azt egyelőre, hogy milyen képzések lesznek, mennyi lesz belőlük a természettudomány, mennyi a társadalomtudomány, milyen diplomata képzés, nemzetközi tanulmányok képzés lesz. Tehát nagyon sok kérdés van előttünk, amit még egyelőre nem látunk, és az a baj, hogy azon túlmenően, hogy Szijjártó Péter bejött ide tegnap, beült ebbe a székbe, és azt mondta, hogy én megkötöttem a megállapodást Kínával, mosom kezeimet innentől kezdődően, majd Palkovics miniszter úrék majd az ITM-ben eldöntik és megbeszélik a részleteket, onnantól kezdődően semmilyen egyéb más információnk nincsen. És én ezért mondtam a mai sajtótájékoztatón is, ezért kérdeztem fel a nemzetbiztonsági szolgálatokat arról, hogy van-e valamilyen nemzetbiztonság szempontjából fontos oka annak, hogy a magyar adófizetők nem láthatják ezeket a bizonyos dokumentumokat, nem láthatják a megállapodást, nem láthatják az egyezményeket, nem láthatják a szerződéseket, és erre nem kaptam választ. Nincsen semmi titok, vagy majdnem azt mondtam, hogy disznóság, akkor ez egy államközi szerződés, azt miért ne lehet? Ez egy államközi szerződés, és egy olyan államközi szerződés, ahol a tét nem kevés pénz, hát itt 460 milliárd forint. Ez meg egy városi ember, pénz, hát vagy 10 000 ember lesz a diákokkal és az oktatókkal és a személyzettel együtt. Érdekes kérdéseket. Előbb-utóbb valami választ fogunk látni, mert ezek úgy szoktak lenni, hogy egyszer egy papír előkerül. Kíváncsian várjuk. Meg a további információkat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.